Dág kedves település, szép kirándulóhely vármegyénk délkeleti részén. A Gerecse és a Pilis hegyei ölelik körül. Völgyét három domb határolja. A Károly-hegy, az Öreg-hegy és a Lóhegy címerének meghatározó motívuma. Az aranygabona kéve és az ezüst ekevas arról tanúskodik, hogy a falu életében fontos volt a földművelés. Az elmúlt században is háztáji gazdaságok egészítették ki az itt lakók jövedelmét. Akkor a domboldalak szőlővel voltak beültetve, azokat művelték az emberek, majdnem minden házban tartottak állatot, ami most már nincs, és a szőlőművelés és a kertművelés is igencsak visszaesett, tehát már nem dolgoznak annyit a ház körül. Régészeti leletek bizonyítják, hogy már az újkőkorban is lakott volt ez a táj. A falu első írásos emléke 1262-ből származik. Mária királyné Hermann Comesnek adományozta Dágot, az oklevelek Szent Mihályról elnevezett templomát is megemlítik. A török uralom alatt elnéptelenedett a falu, 1570-ben lakatlan pusztaként jegyezték fel. Mai katolikus temploma 1826-ban épült, védőszentje alexandriai Szent Katalin. Főoltár képét Olaszi Sándor festőművész grafikus készítette 1934-ben. Dág a török kort követően a 18. században élett újjá. Az esztergomi káptalan szlovákokat és németeket telepített ide. Sváb és tóth gyökerekkel rendelkező lakóinak száma ma is jelentős. Német nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi oktatás van a faluban. Német nemzetiségi nevelés folyik az intézményben, az óvodába járó gyerekek körében. Azon felül a tornaszobát is nagyon aktívan használjuk. Kovács módszeres mozgáspihenő fogadja a gyerekeket. 1976 óta működik a faluban óvoda. Még én is ide jártam. Szeretem benne azt, hogy vidéki környezetben, családias légkörben tudunk a gyerekekkel foglalkozni. Mindennapi életünkben megtapasztalható a természet közelisége. Az iskolában a nemzetiségi oktatás mellett fontos szerepet kapott a sportélet. Az alig 1000 fős kisfalu csapata az élvonalban szerepel az országos röplabda versenyeken. A dági iskolások a Diákolimpia országos döntőjébe is bejutottak. Rendeztek már nemzetközi tornát, és a falu nevéhez fűződik az Oszuska Miklós emlékverseny is. A dági röplabdázás története Oszuska Miklósnak köszönhető, ő itt a helyi általános iskolának volt a testnevelő tanára, majd iskolaigazgatója. Ő teremtette meg az alapokat. Oszuska Miklósnak a fia, Oszuska Zoltán az, akinek a csarnokot is köszönhetjük, aki tovább vitte és tovább fejlesztette a dági röplabda életet. Az egyesületnek volt még akkoriban sakk szakosztálya is, asztali tenisz szakosztálya, illetve egy ideig még futball is volt Dágon. A mai napig is jól működik és felfele ível a röplabda, illetve egy néhány évvel ezelőtt csatlakozott hozzánk az asztali tenisz szakosztály is, és most kezdjük beindítani a strand röplabda szakosztályunkat. Honnan származik a víz, amit az irodában iszunk, vagy amit a nyári szörpök készítéséhez használunk? A fröccs is szódával az igazi. Lehet, hogy éppen Dágon készítik azt a szikvizet? Nagyon régen van, jóformán lehet itt száz évekre mondani, hogy már van szódás a faluba. De hát ez mindig átadódott. Hát mi jelenleg 31 éve dolgozunk ebben a szakmában. Édesapám kezdte el 31 évvel ezelőtt, 91-ben. A szóda gyártását egy helyi embertől vette át a titulust, úgymond, vagy a szakmát, és így apránként beletanult. Én gyakorlatilag ebben nőttem fel. A modern és környezetbarát gyártási és csomagolási technológiának köszönhetően a dági szikvíz zöld minőségdíjat kapott.
indultunk volna még szebbnél szebb tájképeket készíteni, hiszen több olyan magaslat is van Dágon, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a vidékre. Sötét fellegek érkeztek a falu fölé, a hirtelen jött nyári zápor bezavart bennünket a községházára. A helyi kézművesek kiállítását nézhettük itt meg. Az én nagymamám az nagyon szeretett horgolni, és én visszaemlékszem arra, hogy gyerekkoromban mindig vele együtt horgoltam. Tehát én már gyerekkorban is, sőt, az iskolában nálunk volt kézimunka szakkör, ahol kötni, horgolni, hímezni tanultunk. Én itt tanítottam Dágon, és ugye az iskolában a gyerekeknek volt technika órájuk, és a technika órán nagyon sok mindent meg lehetett oldani, és azon kívül is foglalkozások voltak a gyerekeknek. És akkor egy igény merült fel a felnőttek részéről, hogy próbálkozzunk kézművességgel, és akkor ezt először a lakásunkon kezdtem el, és utána visszakerültünk az iskolába, már felnőttek, tehát délutánon, heti egyszer délután 4-től 6-ig, és ez a mai napig úgy még mindig megmaradt, hogy megyünk, és együtt vagyunk, beszélgetünk, és dolgozgatunk. Ezek a dolgok, amik itt láthatók, azok a kézműves szakkörön készültek és készülnek, meg hát utána otthon, ki hogy gondolja. Ismerik a környéken is, és ismerik az itteniek is, a dágiak is. Nagyon sok visszajelzés jött, hogy tetszenek a munkáink. Mielőtt kimennénk a faluból, érdemes megállni egy percre. Államalapításunk 1000. évfordulójára kápolnát emeltek a községben. Kisboldogasszony tiszteletére szentelték fel. Az építést helyi fiatalok kezdeményezték, az önkormányzat, az egyház és az állam támogatásával valósulhatott meg. Egyetlen más kápolnához sem hasonlítható a környékben. A civil kezdeményezés pedig megmutatja, hogy összetartó és értékteremtő közösség él ezen a településen. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.